ezt kérdeim csinálni. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy együtt lehetünk ezen a helyen. Köszönjük, Urunk, hogy itt, ahol olyan sokszor az emberek az ördögöt imádják, buliznak, táncolnak, isznak, részegeskednek, most itt segítségül hívhatjuk a Te nevedet. Azért imádkozunk, Istenünk, hogy tisztíts meg minnyájunkat, nyisd meg a szívünket, Uram, áld meg a Te ígédet minnyájunk számára, attól, hogy megértsük és cselekedjük. Imádkozunk, Urunk, a fehér ruhásokért, hogy őket is áld meg. Hálásak vagyunk, hogy munkálkodtál a szívükben, a lelkükben, és adtál nekik új életet, változást, tartsd meg ezen az úton, és segíts meg minnyájunkat, Urunk, hogy legyünk neked engedelmesek, és szolgáljunk, és féljünk téged, és szeressünk téged. Hallgass meg bennünket, Istenünk Atyán, az Úr Jézus nevében, a Szentlélek által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az ünnepi napon. Szeretném kérni már az elején mindenkitől, hogy próbáljunk csendben lenni, nem beszélgetni, hanem figyelni az Úrra, és arra, aki beszél, aki szól, még a gyerekek is, kérem a szülőket, vagy a nagyszülőket, hogy ügyeljünk a gyermekekre, hogy tudjunk Istenhez méltóan lenni. Köszöntöm szeretettel a fehér ruhásokat, Józsit és Renátát. Örülünk annak, hogy Isten elvégezte az ő munkáját az ő életükben, adott nekik új életet. Köszöntöm a hozzátartozóikat, a közeli rokonokat, mindenkit, aki eljött erre az ünnepségre. Köszöntöm szeretettel igehirdető testvérünket, Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér Budapestről, kedves feleségével, Anikó testvérnővel együtt. Testvérünk fogja Isten igéjét hirdetni, imádkozzunk azért, hogy tudjuk örömmel fogadni a szívünkbe az igét. Az Ákosi testvéreket is sok szeretettel köszöntjük. A Szatmári testvéreket is, akik a fuvószenekarral, az énekkarral jöttek szolgálni, de nem utolsó sorban a teremi testvéreket, meg a gyülekezetet és a faluból, akik érkeztek. A Jóisten munkálkodjon mindenkinek az életében, hogy legyen áldás. Legyünk nyitottak Isten igéjére, hogy Isten tudjon munkálkodni mindjárt az életében. Amen. A Szatmári énekkart kérem szeretettel énekelni egy éneket, azután pedig Kulcsár Tibor testvér fog szolgálni. Thank you.
Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Ha halkan beszélnék, bár ez az erősítő, hogy hallom, ezt megakadályozza, akkor szólni kell, de akkor is, hogyha olyasmit mondok, ami nem érthető, nyugodtan lehet jelezni, és akkor én majd megismétlem. De azért törekszek majd úgy beszélni, hogy érthető legyen mindenki számára. Nem az a lényeg, hogy honnan érkeztünk, bár valóban igaz, hogy feleségemmel együtt Budapestről érkeztünk, hanem az, hogy amit el szeretnék mondani, az az Úr Jézus Krisztusról szól, arról, aki megváltóm lett, és aki neked is, és mindegyikünknek megváltója akar és tud lenni. A Máté evangéliumából fogok elolvasni egy történetet, a Máté evangélium a harmadik fejezetéből, és szeretném kérni, hogy az Úr Jézus Krisztus iránti tiszteletből fennállva hallgassuk meg ezt a történetet. Máté evangélium a harmadik fejezet első versétől kezdődően. Azokban a napokban kezdett bemerítő János prédikálni Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, mert ő az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. János tevesőruhát viselt, derekán pedig bőröve. Tápláléka sáska volt és vadméz. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, bemerítette őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy farizeusok és szaduceusok közül sokan jönnek, hogy bemerítse őket, így szólt hozzájuk. Ti viperafajzatok! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, hogy Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze már a fák gyökerén van. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Én vízbe merítelek titeket, hogy megtérjetek. De aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekbe és tűzbe merít titeket. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét, csűrbe hordja gabonáját, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy merítse be őt. János azonban megpróbálta visszatartani. Nekem volna szükségem arra, hogy bemeríts, és te jössz én hozzám? Jézus ezt válaszolta. Engedj most, mert így illik minden igazságot betöltenünk. Akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus bemerítkezett, azonnal kijött a vízből, és imé megnyílt az ég, és látta, hogy Isten lelke, mint egy galamb, aláereszkedik, és ő rászáll. És imé hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézusban, nekünk nagyon fontos kérdés az, hogy a te jelenlétedben lehetünk-e. Ismered a szíveket. Nagyon jól tudod, hogy ki hogy jött ide. Tudod, hogy mit hozott magával, hogy kicsoda valójában, ki lakik a szívében. És most arra kérlek, kedves Úr Jézus, hogy ezeket a szíveket, akiket csak te ismersz, te ragad meg, és különösen imádkozunk, Uram, hogy minden más hatalmasságot és erőt a te szentelkednek az erejével és jelenlétével akadályozz és kötözd meg, hogy ne lehessen úrrá itt senki és semmi más. Add, Uram, a te erődet az üzenethez, add a te figyelmedet minnyájunk szívébe, hogy ne csak a fülünkig, hanem a szívünkig juthasson az ige. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Nem tudom, hogy itt Mezőteremben mi újság ebben a dologban, de én azt tapasztaltam, akár merre jártam, hogy az emberek szívesen látnak valami új dolgot.
Ha most megkérdezném, hogy hányan vannak, akik még sose láttak bemerítést, lehet, hogy lennének itt egy néhányan. És ha megkérdezném, hogy ki az, aki azért jött csak el, mert azt hallotta, hogy valamit a hívők között lesz ez a bemerítés, meg akarta nézni, micsoda, lehet, hogy lenne néhány kéz a magasban. Ezzel semmi baj nincsen, mert amikor János a bemerítő prédikálni kezdett, az emberek ezt kezdték el mondogatni egymásnak, hogy te hallottad már? Itt van egy ember, kinn a pusztában, nagyon furcsán néz ki. Tevesző ruhát visel, a derekán egy bőröv van, és amikor valaki meg akarja kínálni valami ennivalóval, senkitől nem fogad el semmit. Ő az összeszedi a mezőről a sáskát, összegyűjti a környékről az erdei mézet, azzal él, semmit nem hajlandó tőlünk elfogadni. És tudjátok, mit prédikál? Azt, hogy meg kell térni, mert közel van az Isten országa. És az emberek elindultak a Jordán partra, megnézni ezt a különcöt, ezt a különleges embert. Tevesző ruha, bőröv, hát senki nem viselt abban az időben ilyet. Az valamikor réges-régen a prófétákra jellemző öltözet volt. Illés járt így, de hát 800-900 évvel korábban. Hát senki nem jár, nem volt az divat abban az időben. És mikor kimentek a Jordán partra, tudjátok, mi történt? Nem az, amire számítottak, ők arra gondoltak, hogy jó, megnézzük magunknak, aztán majd otthon megbeszéljük. Megnézték maguknak. De amiközben megnézték maguknak, egyszer csak azt vették észre, hogy ez az ember mond valamit. És tudjátok, mit mondott? Azt mondta, hogy térjetek meg, mert egészen közel van az Isten országa. Az azt jelentette, hogy térjetek meg, mert a küszöbön van az, hogy Isten átveszi köztetek az uralmat és a hatalmat. És az emberek elkezdtek gondolkozni. Mit jelent az, hogy közel van az Isten? Hallották a templomban a prédikációkat. Minden nap hallottak otthon a családban valamit Istenről. Minden szombaton a zsinagógában fölolvasták Isten igéjét. De most az az Isten, akiről prédikálnak nekünk a rabbik, a papjaink, az az Isten átveszi köztünk az uralmat. Hát mit jelent ez? És János keményen prédikált. Azt mondta, hogy meg kell térni. Talán megbocsátjátok, hogyha most tanulunk egy kicsit héberül. Ugyanis héberül ez nagyon egyszerű szó volt. Amikor János azt mondta, hogy térjetek meg, csak annyit mondott, hogy sub. És ez azt jelentette, ez olyan, mint egy katonai parancs. Erre mentél eddig, hátra arc, arra menni. Sub! És ezt újra és újra hallották Jánostól. Meg kell térni. Ami azt jelentette, hogy az életet gyökeresen meg kell változtatni. A viselkedést, a hozzáállást, mindent meg kell változtatni. És ezek az emberek azt mondták, hogy ne, nekünk megvannak a magunk papjai. Megvannak a magunk írástudói. Megvannak a magunk törvényei. Nekünk föl kell vinni a templomban az áldozatunkat. Ha valami bűnt követtünk el, amikor legközelebb Jeruzsálembe megyünk, vinni kell magunkkal a megfelelő ellenértéket, egy elsőszülött bárányt. Vagy, ha nagyon nagy volt a baj, akkor egy elsőszülött bikát. Nagyon drága dolog a bűn, ezt tudták az emberek, és a bűnnél áldozatot kell hozni. Vérontás nélkül, azt tanította Isten igéje, nincs bűnbocsánat. De amikor visszajöttek a templomból, akkor nagyon hamar kellett, hogy érezzék, hogy valami nincs rendben. Éreztél már olyat, hogy lelkiismeret furdalás? Amikor úgy érezted, hogy valami itt belül nincs rendben. Nem tettem valamit helyesen. Hallom, amit mondanak, hogy mi lenne a jó, és én nem úgy csináltam. Én azt vettem észre, hogy még a legkisebb gyerekek is nagyon hamar észreveszik magukon, hogyha valamit rosszat csináltak. Az még csak hagyján. Nekem volt egy kutyám, egy ilyen szép kis pici német juhász kutyám volt, és hogyha mentem haza, mindig ünnepelve fogadott. Leszámítva, amikor valami bajt csinált, amit nem lett volna szabad. Mert akkor tappancskutyus úgy került nagy ívben, hogy onnan lehetett tudni, hogy kerestem kell, hogy tappancskutyus valamit művelt, amit nem lett volna szabad neki csinálni. És egészen addig sunnyogott, amíg ki nem derült a valóság, akkor aztán megbeszéltük. De akkor tudta, hogy elrendeztük a dolgot. Sokszor így vagyunk mi emberek, hogy úgy érezzük, hogy valami nyomasztja a lelkünket.
De el kéne ezt valahogy rendezni. De hogy kell elrendezni? János nagyon egyszerű dolgot mondott. Azt mondta, hogy meg kell térni. És amikor megkérdezték tőle az emberek, hogy az mit jelent, mert biztos megkérdezték, akkor nagyon kellemetlen választ adott. Azt mondta, hogy be foglak meríteni. Ami azt jelenti, hogy megtisztulsz a te bűnöttől, és készülsz arra, hogy jön a Messiás, az Isten felkentje, és az ő országába akarsz tartozni. De a víz nem mos meg, az csak egy jele lesz annak, hogy te megtisztulsz. Hát akkor hogy kell megtisztulni? Meg kell vallani a bűnöket. Meg kell vallani a bűnöket. Hát bűnt elkövetni, az nem jó dolog. De bűnt bevallani, az szörnyen nehéz. Az borzasztóan nehéz. Odállni valaki elé, és azt mondani, hogy én ezt és ezt csináltam. Jaj, úgy nem nehéz, ahogy szoktuk imádkozni, hogy Uram, te ismersz engem, és tudod, hogy én egy bűnre hajlamos ember vagyok. Ha valamikor valamit elkövettem volna, köszönöm, hogy megbocsátod, és kérlek, hogy engedd el nekem Jézus vérért. Amen. Na most az a helyzet, ez egy gyönyörű imádság, csak nem imádság, mert nem volt benne semmi. Valamikor, amikor én iskolába jártam, és akkora voltam, mint ezek a gyerekek itt, azt mondta a tanárnénim, másodikos voltam az édesapámnak a füle hallatára, hogy Kulcsár úr, a maga fia akasztófán fogja végezni. Nagyon-nagyon sok dolog volt a fülem mögött. Nagyon sokszor vétettem a szüleim ellen, a tanáraim ellen, az osztálytársaim ellen, de ha megkérdezné valaki, akkor nagyon álszent dolog lenne, ha én azt mondanám, hogy hát sokféle bűnöm volt, és hát vétkeztem is. Ugyanis ezzel eltakarnám a valóságot. Tudjátok, mi a valóság? Az, hogy én éjjel-nappal hazudoztam. Ez az igazság. Megállás nélkül, sportból. Élveztem, hogy az orránál fogva vezethetem a szüleimet. Élveztem azt, hogy becsaphatom a tanáraimat. Káromkodtam. Megállás nélkül, folyamatosan, hogyha valami nem úgy történt, ahogy én szerettem volna. Nagyon szerettem focizni, na hát foci közben nem minden úgy történik, ahogy az ember szeretné. És én vastagon mondtam a véleményemet mindenről és mindenkiről. Nagyon csúnya szavakkal. És hogyha úgy adódott, akkor bizony hozzáragadt a dolog, egy-két dolog a kezemhez. Szóval loptam. Na de amikor az elején voltam ennek az életnek, akkor én ezeket mind elpróbáltam takarni. És tudjátok, mi a helyzet? Ahhoz, hogy az ember eltakarja az igazságot, nagyon sokat kell hazudozni, hogy rá ne jöjjön a környezet az igazságra. Na, ha én most a helyedben lennék, megkérdezném, hogy ha te egy ilyen ember vagy, akkor miért prédikálsz itt nekünk? Köszönöm, hogy megkérdezed, bátor. Hát akkor én most elmondom, miért prédikálok. Azért, mert eljött az a pillanat az életemben, amikor úgy jártam, hogy szólt az élet igéje, és az volt az üzenet, hogy meg kell térni. És én tudtam, hogy nem jó úton járok, és azt is tudtam, hogy Istent nem lehet becsapni. Lehet, hogy a szüleimet sikerült, lehet, hogy a tanáraimat sikerült, lehet, hogy az osztálytársaimat sikerült, de Isten nem lehet becsapni. És eljött a pillanat, mikor szembe kellett néznem a valósággal, hogy ki vagyok én. És tudjátok, volt egy nagyon különös álmom. Azt álmodtam egyszer, hogy abban a gyülekezetben, ahol a szüleimmel jártunk, vártuk, hogy jön a lelkipásztor. És a lelkipásztor csak nem jött, és egyszer a lelkipásztor helyett belépett az Úr Jézus, és azt mondta, hogy elviszi magával az övéit, visszajött értük, mindenkit, leszámítva Kulcsár Tibort, az én lennék. És egy pillanat alatt üres volt mellettem a terem, és én ott álltam egyedül szemben az Úr Jézussal, meg ne kérdezze valaki, hogy hogy néz ki az Úr Jézus, mert nem tudom, csak a szemére emlékszem, és tudom, hogy próbáltam neki elmagyarázni, hogy valami félreértés lehet itt, hogy az nem úgy volt,
hogy az másként történt, hogy ez meg az, és csak tudom, hogy nézett rám az Úr Jézus egyre szomorúbb szemmel, és akkor én fölébredtem, és csúrom víz volt körülöttem minden. Na én akkor elhatároztam, hogy megváltozom. Aztán nem sikerült. Aztán akartam, és akkor nem sikerült. És az lett a vége, hogy odáig jutottam, hogy akkor öngyilkos leszek, mert ha nem lehet megváltozni, ha nem lehet az életet újra kezdeni, akkor ki kell szállni ebből az életből. De az volt a probléma, hogy úgy gondoltam, hogy és hogyha mégis Isten elé kell állni, mi lesz velem? És közben hallottam a prédikációkat. Tudjátok, milyen borzasztó az, amikor valaki hallgatja is Isten igéjét, és egészen másképp él. Azt mondta Isten igéje mindig, hogy térjetek meg, emlékeztek? Hátra arc! Eddig éltél így, most más életre van szükséged. Ezt prédikálta bemerítő János is. És azt mondta hozzá, hogy térjetek meg, és merítkezzetek be. Az azt jelenti, hogy pecsételjétek el az életeteket Jézus Krisztussal. És jöttek az emberek, egyik a másik után. És figyeljetek csak! Megvárjuk, míg leülnek, mert úgyis mindenki tudja, hogy most megjöttek. És mikor jöttek az emberek, tudjátok, mi történt? Meg kellett vallani a bűneiket. Nem János passzírozta őket és facsargatta őket, hanem belülről a szívük. Istenhez akarok tartozni, Istenhez akarok jönni. És álltak János előtt, és elkezdték elmondani, hogy én ugyan az áldozatokat bemutattam, de, és én nem tudom, mi mindent mondtak, de egy biztos, János végig hallgatta azt a fájdalmas, keserves, nehéz listát, ami a szívüket nyomta. Az az igazság, tudjátok, hogy szörnyű dolgok tudják nyomni a szívünket. Nem ilyen kis apróságok ám. Én sokszor térdeltem már emberek mellett azóta, mióta én magam megtértem, és sokaknak hallottam a bűnvallását. Néha borzasztó dolgokat kell elmondani Isten előtt. De az van a Szentírásban, hogy ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden gonoszságtól. És ezt a megtisztítást nagyon nagy kár lenne kihagyni. Ezt nevezi a Biblia úgy, hogy új élet. Ezt nevezi a Biblia újjászületésnek, amitől kezdve egy új életben járunk. A testvéreim fehér ruhát vettek magukra. Nem ebben szoktak járni hétköznaponként. Ez egy jelkép. Ez azt jelenti, hogy az eddigi életük pontot kapott a végére, lezáratott, és mostantól kezdve ilyen tisztán akarnak élni és járni. Könnyű lesz? Biztos nem, de Isten fog segíteni. De csak akkor, hogyha az előző élet lezáratott. Az a helyzet, tudjátok, hogyha kimegyek az utcára, de ahogy jöttünk, sokfelé láttam azt, hogy elmentek az állatok. És hogyha azt becsomagolom szép, fényes papírba, aztán még körülkötöm színes masnival, ettől az nem lesz más, ugye, csak az, ami benne van. És nagyon sok ember úgy gondolja, hogy egy kicsit átcsomagolja az életét, egy kicsit beköszti színes masnival, úgy viselkedik, úgy öltözködik, úgy beszél, akkor minden más lesz. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez új. Azt olvastam itt ebben a történetben, hogy egyszer csak azt látta János, hogy jönnek nagy tekintélyű vezető emberek, farizeusok, meg írástudók, olyanok, akik Izrael népe vezető rétegéhez, tanult rétegéhez tartoztak. És azok azt gondolták, hogy ez a János majd szépen minket is bemerít. Mit kell hozzá mondani, hogy én is akarok bemerítkezni? Ez jó hangzik. És akkor meglátta őket János, rájuk nézett, és azt kérdezte, hogy hát ti mit akartok? Sőt, nem csak ezt mondta, azt mondta, hogy ti viperafajzatok, kicsoda figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek a
harag elől, ami eljön ezután, az ítélet elől. És lehet, hogy azt mondod, hogy ez a bemerítő János azért nagyon kemény ember volt, megsértette azokat, akik ott voltak. Nem, János egy nagyon szép képet használt. Azok az emberek mindnyájan ismerték azt a fajta viperát, amiről János beszélt. És ez a vipera két csodálatos dolgot tud. Az egyik, hogy ki tud bújni a bőréből. És amikor kibújik a bőréből, vedlik, ezt minden évben megcsinálja, utána 2-3 napig senki meg nem tudja mondani róla, hogy ő vipera. Úgy néz ki, mint egy siklófajta. Ezért aztán életveszélyes. Oda néznek az emberek rá, egy sikló kitörődik vele, eszik békát. Aztán kiderül, hogy nem, ez egy vipera, ez mar. Halálos a mérge. És azt mondja János, hogy ti úgy viselkedtek, mint ez a siklónak magát álcázó vipera fajta. Ide jöttök, mintha új életetek lenne, aztán nincsen. És Isten országában szó nincs arról, hogy egy kicsit megrázzuk magunkat, azt úgy csinálunk, mintha. És ez a fajta, ez tud még valamit. Azon a vidéken nagyon sokszor hatalmas bozóttüzek vannak. És a szél viszi a szikrát, és egyre nagyobb területen, egyre gyorsabban ég a bozót. Akkor ez a kígyó észreveszi, tudjátok, mit csinál? Pillanatok alatt beássa magát a talajba. 60 centiméterre, ha kell, meg 70 centiméterre. És amikor elmegy fölötte a bozótűz, kijön, azt még füstszaga sincs. Nem történt semmi. Elment fölötte a vihar. És azt mondja János, hogy ti úgy csináltok, hogy megtaláljátok a módját, hogy most ez van, most be kell merítkezni, most megtérni kell. Jó, akkor csináljuk ezt. Úgy látszik, most ez a soros divat, majd elmúlik ez is, de ne mondja senki, hogy mi ebből kimaradtunk. Csúnyán hangzik ez. De nem fordult még elő soha, hogy valaki úgy érezte volna köztetek, hogy ennyi már, egyre több a hívő a környékemen, nehogy már valamiből kimaradjak. Hát akkor ezek szerint most ez a divat. Szakaszon. Vagy Ákoson. Vagy itt mezőteremen. Most az a divat, hogy most gyülekezetbe kell járni, most meg kell térni. Így szokták mostanában körülöttünk a többiek is, nem? Azt mondta János, hogy nem. Mert aki utánam jön, és aki miatt bemerítkeztek, az nagyobb nálam. És az jön majd, és az nem úgy csinál majd, mint én, hogy belemerít a vízbe, hanem ő majd belemerít a tűzbe. Hát én azon gondolkoztam, hogyha engem most tűzbe mártanának egy pillanatra, mi maradna belőlem. Valószínűleg azoknak is ezen kellett gondolkozni. Nem azért merít tűzbe, hogy meghaj, hanem azért, hogy minden eltűnjék, ami éghető, és minden bűn, minden nyomorúság, minden hazugság, minden olyan, ami úgy hangzik, hogy elcsináltam a gyereket, meg hogy ott hagytam az asszonyt, meg hogy ott hagytam a férjemet, meg hogy 10 férjem volt, meg 15 férjem volt, vagy nem is tudom, hogy hány férjem volt, meg hogy hova jártam iskola helyett, meg hogy hány embernek az életét rontottam meg, mennyit italoztam, mennyit bántottam másokat, mennyit verekedtem, mennyit csaltam. Ezek mind olyan dolgok, amik így egy pillanat alatt elégnek az Isten jelenlétében. És azt mondja János, ez jön. Ez jön. És ott van már a fejsze a fák gyökerén. Amikor ezt az igét olvasom, mindig körülnézek a bokámnál, mert a fának az a bokája környéke a gyökér. Nem azt mondta, hogy egy-egy kis gajat lecsap, hanem hogyha a gyökérnél van a balta, az azt jelenti, hogy az véglegesen kivághat. És jöttek az emberek egymás után, és megvallották a bűneiket, és megtértek, és odaadták az életüket Istennek. De egyszer jött valaki, akinek ott semmi keresni valója nem lett volna. Legalábbis János így gondolta. Az a Jézus, akit Isten a világ megváltójának rendelt. János fölismerte. Azokból a jelekből, amiket Isten előre megmondott neki. Rácsodálkozott. És azt látta, hogy ez a Jézus beáll azok közé, akiknek be kell merítkezni. Hát ez csupa bűnös ember. Jézus? Mit keres Jézus a bemerítő, a Jordán partján bemerítő János előtt? Hát János nagyon jól mondja, azt mondja, hogy hát a Uram, álljunk már meg, hát
Nekem kellene bemerítetnem általad. Hát hozzánk képest én egy nagyon elesett, bűnös ember vagyok. Hát én eddig arról beszéltem, hogy aki jön utánam, nagyobb nálam. És Jézus ránézett, és azt mondta, hogy te János, engedj most. Így illik nekünk betölteni minden igazságot. Hát akkor most mi itt az igazság? Tudod, az, hogy Isten nem úgy küldte ide a fiát, hogy te azt mondhast, hogy sose fogsz te engem megérteni, Jézus. Hogy is érthetnél meg engem? Én egy egyszerű cigány ember vagyok. Nem ismerheted a gondjaimat. Nem ismerheted az otthonomat. Tudod, hogy küldte ide Isten az ő fiát? Tudod, hol született? Egy istállóban. Állatok között. Tudod, hogy folytatódott az élete? Menekülnie kellett, mert meg akarták ölni a születése után, hogy ne maradjon ezen a világon. Tudod, hogy folytatódott? Közel 4 éves koráig bujdosó volt a szüleivel együtt egy másik országban. Aztán, amikor visszaköltöztek a saját országukba, akkor meg nem mertek a szülei oda költözni, ahol ő született, mert úgy gondolták, hogy abban még baj lehet. Úgyhogy több száz kilométerrel az ország másik végére költöztek. És élt egy egyszerű ácsmesternek az otthonában. Nem úgy jött ide, mint valami nagy földi uralkodó meg király. Úgy jött ide, mint egy egyszerű ember, aki egyszerű ételeket evett, aki egyszerű széken ült az asztalnál, ha egyáltalán ült széken az asztalnál. Akinek volt egy csomó testvére, legalább 4 fiú testvéről és 2 lány testvéréről tudunk. Nagy családban élt. Ráadásul egy idő után neki kellett gondoskodni arról a családról, mert korán meghalt az édesapja. Mármint a nevelőapja. Nagyon sok terhét ismerte az életnek. És ez a Jézus most odaáll a sorba, és azt mondja, hogy János, engedj most. Én fölvállalni akarom azt, amit Isten rendelt minden ember számára, és én ember vagyok itt ezen a világon. De tudod, Jézus ennél sokkal tovább is ment. Annyira messzire, amit János nem is igazán látott, bár ő mondta, hogy ő az Isten báránya lesz, aki hordozza a világ bűneit, de ez a Jézus nem csak a bemerítést vállalta, hanem a Golgotai kereszten mindegyikünkért, érted is, meg értem is, kifizette a büntetést. Az ő vére Isten előtt fizetség a te bűneidre. Azért halt meg. Tudod ezt? Nem azoknak a bűneire, akik elég jók ahhoz, hogy ezt megérdemeljék, hanem minden bűnös ember bűnére ő a fizetség. Jöhetsz Jézushoz. Azt mondhatod neki, hogy Uram, tudod, ez és ez vagyok. Ebből és ebből a faluból. Ilyen az életem. És elmondhatod neki. Minden terheddel, minden gondoddal. És azt mondhatod neki, hogy azt hallottam, és azt mondják, a Biblia is ezt mondja, hogy te eltörölted az én bűneimet, és megbocsátottad az én bűneimet. Én ezt mostantól kezdve akarom. Én ezt nem tudtam korábban, vagy csak hallottam, de nem vettem komolyan korábban. Én ezt most akarom, és kész vagyok eléd állni, és nem akarom eltakarni azt, hogy bűnös ember vagyok. De szeretnék ott lenni előtted, és kérem a bűneimnek a bocsánatát. Uram, fogadj el engem, bocsáss meg nekem. És hogyha ezt megteszed, és őszinte szívvel teszed meg, akkor ő meg fog neked bocsátani. És akkor lehet egy következő lépés. Akkor te is odaállhatsz így fehér ruhában. És te is elmondhatod magadról, hogy élek, de többé most már nem én, hanem él bennem a Krisztus. Akarod-e ezt? Akarod-e követni Jézus Krisztust? Szívből remélem, hogy a szíved megnyílik az Úr Jézus előtt. Tudod miért? Azért, mert aki ő benne hisz, annak nem csak erre a földi életre ígért dolgokat, hanem
hanem örök életet ígért, bűnbocsánatot. És lehet, hogy most azt kérdezed magadtól, hogy ó, de hogyha én egyszer ilyen ruhában leszek, akkor mi lesz a boros pohárral? Ez egy jó kérdés. Hát az a boros pohár, az szekrény dísz lehet ezentúl. Mert hogy az a helyzet, hogy akinek ez a kérdése, az fogja annak a boros pohárnak. És azt írja a Biblia, hogy Krisztus meg azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. Mi lesz a dohánnyal? Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. És mi lesz az új és új élettársal? Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat. És mi lesz a lelkiismereti terhekkel, amiket a múltban elkövettem, amit senki nem tud rólam, de nekem minden évben szörnyű emlék. Az elveszített, elpocsékolt gyerekekkel. Krisztus azért jött, hogy megszabadítsa a foglyokat és bocsánatot hirdesse. Ezért szeretnék most imádkozni. És kérlek, hogyha velem együtt szeretnél imádkozni, akkor hajtsd le a fejed, és akár magadban, mondhatod is magadban, akár félhangosan az imádságot. Mennyei édesatyám, köszönöm neked az Úr Jézust, a te fiadat. Köszönöm azt, hogy azért jött ide, hogy a bűneinket elvegye. Akárhonnan is jöttünk, legyünk akár cigányok vagy magyarok, erre a bűnbocsánatra van szükségünk. Azt ígérted, hogy ha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod, és megtisztítasz. Kérünk, tisztíts meg, és engedd szabadon élni veled egy új életet az Úr Jézusért. Amen. Amen. Hisszük, hogy sokaknak komoly vágy és imádság volt ez, amit testvérünk hangosan is mondott, és a szívünkben hangzott. Tegye az Úr valóságát. Csak az Úr Jézus tud megszabadítani, csak ő tud segíteni. Figyeljünk rá a továbbiakban is. A Szatmári énekkar szolgálatát kérjük még. Majd utána lesznek még szolgálatok, rövid bizonyságtevések, majd a fehér ruhások is tesznek bizonyságot, és a bemerítés lesz. Figyeljünk az Úrra!
Figyelte valaki, hogy a kocsár testvér, amikor olvasta az igét, teremet is említette. Van, aki bólít, én meg akarom ismételni. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Tehát ez a teremieknek, az ákosiaknak, a szatmáriaknak, mindenkinek parancs és a Jóisten tanácsa. Most tehát kérem a teremieket szolgálni akkor. Kérem a gyülekezetet, hogy jöjjenek ide előre, ők következnek, énekelni fognak, és lesz egy szolgálat, egy bizonyságtevés Kardos János testvér részén. Életünkre. És először is szeretném azt, hogy köszöntsem és hálások vagyunk a teremi közösség, a teremi gyülekezet és a testvérek, hogy nagyon sokan eljöttek a bemerítő kezendő családokból, a barátok, az ismerősök és a testvérek. Én kívánom azt, hogy a hirdetett ige legyen áldásos mindannyiunk számára. A másik dolog, amit az Isten részéről, amit Isten helyezett a szívemre, fel szeretnék olvasni egy pár igeverset. Mert megjelent az Istennek az üdvözítő kegyelme minden embernek,
és arra nevel minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságát, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban. Amen. Hát én kívánom valójában azt, amit el szeretném mondani, hogy egykor itt, ebben a Kurtui házban én is, és valamennyien, akik itt vagyunk, egy kicsapongó életet éltem azokkal, akik sokan vannak itt jelen. De az én számomra megjelent ez az üdvözítő kegyelem, ami valójában az Úr Jézus Krisztus megjelent a számomra, és megjelenhet a ti számotokra is ezen a mai napon, ha megnyissátok az elméjeteket és a szíveteket üvelőte, és megtanít mindannyiunkat, hogy hogyan kell nekünk ebbe a jelen való világba, mert az a világ mulandó. Ez a világ ma, holnap van, de az Úr Jézus Krisztus örökké való, és mindazok, akik befogadják az igéit a szívükbe, azok is örökké valók lesznek, mert az ég is a föld elmúlik, és annak kívánsága is, de az Isten igéje megmarad örökké. És az is megmarad örökké, akinek a szívébe gyökeret ver az Isten igéje. Én kívánom magamnak is, minden jelenlévőnek, legfőképpen, bocsánat, hogy így fejezem ki, a teremi cigányoknak, akik még nem fogadták el ezt az üdvözítő kegyelmet. Amen. Kérjük akkor ezt a szép éneket. Oh,
valóban ez az ének megfogalmazza azt, hogy mit mondhatnánk, amikor Istenhez közeledünk. Hát adja az Úr, hogy ilyen gondolatok és ilyen érzések legyenek a szívünkben. Az ákosiakról nem olvastunk most az igében, de meghallgatjuk őket élőben a következő percekben, és kérem szeretettel az ákosi testvéreket előrejönni, énekelni és szolgálni azok, akik készültek a szolgálattal. A testvéreknek, akik itt vagyunk, hogy amikor készültünk erre a bemerítésre, ugye mindjárt az volt bennünk, mint ahogy eddig teremen volt mindig, hogy ott az imaház udvaron megtartjuk a keresztséget, mert hát ez egy szép hely, egy szép imaház, és hát ott jó lesz. Igen ám, de volt az a bemerítés júniusba szakaszon, amikor szakadt az eső, és be kellett szaladjunk az imaházba, meg sokan haza, és azt mondtuk, hogy hát, ha van egy ilyen jó hely itt teremen, és utána megtudtuk, hogy itt teremen van két kultúr is, ez a legkisebb, majd egyszer kipróbáljuk a nagyobbikat is, akkor azt mondtuk, hogy ha van lehetőség, akkor jöjjünk ide. Úgyhogy így kerültünk most ide ebbe a kultúrba, de nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy itt lehetünk csendben és békénben, mert nézzétek, hogy mennyire fúj a szél kint, talán még nem esik, de fog, valamikor fog, már esik is, na hát akkor víz lesz elég, és jó lesz a bemerítés. Nem készültem rajta, de kiváltság számomra, amikor teremre kell jönni egyrészből azért, mert a családomnak egy része itt van. Más az, amikor bizonságot tenni kell, én örömmel mondom el, hogy Isten mit tett az életemmel. Nagyon hosszú volna, ha elmondanám, hogy az Úr honnan vett ki és mivé tett, és milyen életem volt azelőtt Krisztus nélkül, egy óra hossza kevés. De bízunk benne, hiszem, hogy rövid leszek, egy fél órán belül befejezem. Hadd köszönsek mindenkit az Úr Jézus nevében. Kócé Jenő vagyok, mint ahogy ismernek valamennyien. 5 gyerekünk van, hála jó Istennek, 3 belőle megismert az Úrt. Bízom benne, hogy még a másik 2 is meg fogja ismerni. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nálunk óriási nagy vágy az, amikor az imaházba egyszer-kétszer mennek, meghallják Istennek igéit, az az első reakció, hogy engemet is tegyenek bele a vízbe. Vagy hallgassanak ki, hogy merítkezek bele. Óriási nagy tévedés, ha így fogják fel. Megmondom miért. Előtt egy évvel, amikor Isten igéje szólt hozzám egyszer, a kislányunkon keresztül Erzsikén, az úgy történt, hogy amikor hívt, hogy menjek az imaházba, nem tudtam rögtön feldolgozni azt, hogy egy kisgyermek hív engemet imaházba, és akkor magam felé kellett egy kicsit forduljak, hogy ki vagyok én valójában, aki a saját gyermekét nem ismeri. Akkor kezdtem magam felé is látni, nem csak kifelé a szememmel, befele is, és kezdtem rá jönni arra, hogy egy bűnös, elveszett ember vagyok Jézus nélkül. Igen ám, de azelőtt olyan sötét életem volt, testvéreimmel úgy verekedtem az utcán, mint kint 1000 idegen. Ha édesanyám, ha nem adta ide azt a kis megtakarított pénzit, akkor a karját kitörtem. Elszedtem tőle. Azért, ha valamennyien vagytok itt, ha van, akinek ilyen élete van, hogy testvérével nem egyezik, vagy édesanyját nem tiszteli. Bánja meg, forduljon az Úr felé, megéri új életet kezdni. 47 éves vagyok, de nem bánom, hogyha a 20-at számítom, csak mert azóta az Urat szolgálom. Aztán történt egy délutáni alkalomkor, amikor nálunk szokták mondani, hogy kihallgatás van, nálunk a romáknál ez a divat. Nem kihallgatás, meghallgatás. És amikor elmondtam, hogy milyen életem van, honnan jöttem? Vékás testvér végignézett, egy árva szót nem szólt hozzám. Csak annyit mondott el nekem, Jenő, te egy ilyen kis fa vagy. Téged el kell ültetni, meg kell erősödjél. Egy év múlva tanálkozunk. Akkor azt mondtam, ha ez az ember kijön, egy jobb egyenest adok neki. Előtte egy éve
Elhagytam mindent. Ott hagytam a cigaritát. Elmentem a rendőrségre. Elmentem a hivatalba. Bocsánatot kérni. Visszanyertem a családomat. Szüleimtől bocsánatot kértem, még a rendőrtől is, amikor kindolgozott a hivatalában. És csak olyan egyszerűen visszaküldött. De higgyik el, most így józan fejjel, megérte. Megérte, mert nem most változtassa meg az embert, hogy itt alá merítik. Igen, ez kell, szükséges. De viszont az őszinteség, az odaszánt élet, a komolyság, hogy Isten mennyire szeret bennünket, hogy a drága fiában, az Úr Jézus Krisztusban ma is meg akar, ha van itt netán olyan fiatal ember, aki át szeretné adni az életét, az Úr Jézus Krisztus meg akar bocsátni. Nekem van egy kedves énekem, de csak egy szót tudok. Jézus kereszténél nékem jó, ott fakad a dicsőkegy. Hidd el nekem, kedves testvér, felüdülni, feltöltődni, felemelt fővel, csak Jézus kereszténél tudsz. Köszönöm, hogy meghallgatok.
44 éves vagyok, ma két lányom, három unokám is, ezt szeretném mondani a megtérésemet. Most ezelőtt 13 éve, hogy megtértünk, 14-dik, és mikor elkezdtük járni a gyülekezetbe, jártunk két évet, és nem volt igazi a megtérésünk, nem volt az igazi a meg az eljárásunk is. Mikor oda került a sor, hogy bemerítkezünk, Vékás testvér kihallgatott minket is, cigiztem, és jártunk Magyarországra, és árultuk, és hazajöttünk akkor, hogy nekünk most lesz a bemerítés. És nagyon meg voltam nehezedve Vékás testvére akkor, mert azt mondta, hogy az én megtérésem még nincsen, még nem voltam teljesen megtérve. És szinte majdnem vesztekedtem vele, és haragudtam rajta. És akkor, mikor jöttem kifele, megfogta a vállamat is, azt mondta, hogy Gyöngyike, ne csökkedj el, mert eljön az a nap, mikor igazi időt is tudol a szívedbe is, igazi megtérés lesz a te szívedbe. És igaza volt Vékás testvérnek, mert akkor úgy voltam, hogy ment a sógornőm, mentek többen, és én is fájtam, hogy én is velük együtt bemerítkezzék. És a férjemmel visszamaradtunk. És majd így év múlva estünk be a merítségbe. És akkor megfogta a vállamat is, azt mondta, hogy Gyöngyike, most jött el az igazi megtérésed. És úgy éreztem, hogy igaza volt Vékás testvérnek, mert sokat le kellett tegyek, sok bűn volt az életünkben, és a férjemmel úgy éltünk, hogy nagyon rossz életünk volt. És azt mondtam, hogy ha meg nem tértünk, talán elváltam ott tőle. De jött az Úr Jézus, aki beköltözött az én hajlikomba és az én szívembe, és megváltoztatta a mi életünket férjemmel együtt. És hálás vagyok neki azért, mert mióta megtértünk, voltak nehézség az életünkben, de volt az, akihöz mehetem, és vihettem az ő kereszti alatt úgy betegségünket, úgy bánatunkat, bár akármilyen probléma volt a mi életünkben, és ő mindig átsegített minket. És hálás vagyok azért is az Úrnak, mert bármikor hozzá kiálltok, én érzem az ő kezeit, hogy ő segít nekünk is, megállt bennünket, ha igazán neki szolgálunk. És azóta, mióta elfogadtam az Úr Jézust a férjemmel, boldog házas életet élek vele. És azóta megtért a nagyobbik lányom veje, és arra kérem a Jóistent, hogy van még a kisebbik lányom a férjével, de hiszem azt, hogy őtet is elfogadja az Úr. És arra kérem a testvéreket, akik vannak úgy, hogy nem ismerik az Úr Jézust, hogy fogadják el, mert nagyon jó vele járni. Mert mióta mi megismertük az Úr Jézust, azóta boldog az én szívem, mert bármilyen probléma van kivel megbeszéljük. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ámen. Amen. Thank you.
az ákosi testvéreknek a szolgálatot. Valóban lesz egy nap, amikor az Úr Jézus eljön értünk, amikor vége lesz mindennek, és hogy állunk meg előtte? Van-e fehér ruhánk, a lelkünk tiszta, megmosta azt az Úr Jézus? Ezek a kérdések lesznek akkor fontosak, és ezekről a dolgokról most kell dönteni. És itt vagy ezen a bemerítésen, hallod az ígét, az énekeket, a kérdés az, hogy te mit fogsz tenni. Isten munkálkodjon még tovább is az életedbe. Kérjük szeretettel a szatmári énekkart énekelni, azután pedig a fehér ruhások rövid bizonyságtevése, a Dana József és Renátának a rövid szolgálata fog következni. Szeretném elmondani azt, hogy ma én itt vagyok, az egy csoda. Az, hogy te itt vagy ma, az egy másik nagy csoda. Ezelőtt talán 25 évvel senki nem képzelte azt, hogy ebben a teremben valahé is itt leszel, és Isten igét fogod hallgatni. Hát mi erről a csodáról fogunk énekelni. Thank you.
szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és azokat jöttek Ákosról, meg az ittenieket. Köszönöm, hogy eljöttek és megnézik a keresztséget. Örülök, hogy eljutottam eddig a pontig, hogy megtisztította az Úr Jézus Krisztus az én lelkemet is, mert azok előtt én is csináltam sok rossz dolgot. És azt ajánlom minden embernek, még aki nem fogadta el, barátok, testvérek, rokonok, fogadj el, legyen olyan könnyű neki is, mint most nekem. Mert megszabadultam a gonoszságtól, a hazugságtól és a csalástól. Mert nem minden a pénz, mert azzal nem tudunk kezdeni semmit. Az életünket nem tudjuk megváltni. Mert egyszer ez megkísérelt én rajtam is. Hiába volt, még van, és odálltam, és ígértem, de nem tett velem senki semmit. Csak a jó Isten. Hozzászóltam, és kértem, és megsegített. Hát azt akarom, hogy minden testvér, és minden barát ide jöjjön, ahol én vagyok, mert itt jó. Itt vígan állok, könnyen. Ilyen könnyen még nem éreztem magam soha. Jó, egy kicsit rosszak ezek a dolgok, mert én nem vagyok megszokva így, de a Jóisten segít, és az Úr Jézus Krisztus elfogadott, és megváltott. Ő a személyes megváltom. Úgyhogy mindnyájatoknak azt kívánom, még aki nem fogadta el. Vannak itt még azért sok barátok, testvérek, rokonok, akik nem fogadták el. Fogadják el az Urat. Csak ennyit akartam mondani. Ámen. Valóban a bűn az leterhel bennünket, minnyájunkat, és ugye, ahogy Józsi testvér említette, hogy az Úr megszabadít, és a lélek könnyebb, és valóban jobb így a hitben lenni, az Úr Jézus Krisztusban lenni, és ezt ajánljuk mindenkinek. Persze izgulnak, Renáta nem tud most mondani semmit, majd mondja a vízbe, amit kérdezek tőle, mert akkor kell mondja, de így most így vagyunk. De valóban az van, hogy ha az Úr Jézus adott új szívet és új lelket, annak az embernek jobb. És ha itt vagy és ülsz ebben a teremben, és még nem történt ez meg a te életedben, még nem tetted le a te bűneidet, még nem tértél meg az Úr Jézushoz, akkor hívlak az Úr Jézus Krisztushoz, hogy tedd le az életedet, térjél meg hozzá, hogy legyen új életed. Amen. Most a bemerítés következik, és kérem szeretettel Józsit és Renátát, hogy álljatok fel, és válaszoljatok a kérdésekre, amiket most felteszek, együtt válaszoltok most a kérdésekre, azután majd énekelni fogunk, és a bemerítés lesz. Szeretném tőletek kérdezni, kedves testvéreim, hogy hiszitek-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztus adott nektek új életet? Hogy ez igen a ti életetekben, ez látszik, és az Úr segítsen titeket. Még egyet akarok kérdezni, ígéritek-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztushoz hűségesek lesztek, ragaszkodtok hozzá életetek végéig? Az Úr segítsen benneteket erre, hát kövessétek az Úr Jézust hűséggel és odaadóan mindvégig. Most énekelni fogunk, és azt javasolom, hogy azt az éneket énekeljük közösen, hogy megvagy-e tisztulva, újjá lettél-e? 477-es számú ének. Akinél van énekeskönyv, megkeresheti. Ugye a testvéreink fehér ruhában vannak, mert a lelkük megtisztult. Legyen ez a kérdés mindnyájunk előtt. Nagyon komoly. Megtisztultunk az Úr Jézus Krisztus vérében. Megújított bennünket. Vegyük ezt nagyon komolyan, énekelni fogunk. Közben én belemegyek a vízbe, majd megkezdjük imával, majd jönnek a testvéreim is, és folytatjuk ezt az éneket.
hálát adunk azért, hogy újból bemerítés lehet itt teremen, és majd folytatjuk az éneklést. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el mindnyájan, és imádkozzunk. Urunk, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt a kultúrházban hangozhat az íge, az evangélium, a lelki ének, a bizonságtevés. Köszönöm, Uram, hogy bemerítés is lehet. Köszönöm, Uram, hogy megmozdulhatott a víz, és azért imádkozunk, Urunk, hogy áldj meg minnyájunkat, akik nézzük, akik látjuk a bemerítést, Uram, hogy tudjál munkálkodni, megmosni bennünket, megtisztítani, adj megtérést a szívünkben minnyájunknak. Segíts meg, Uram, hogy akik itt vagyunk, ott legyünk a Te országodban is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a következő perceket, a bemerítést. Amen. Énekeljük tovább ezt a megkezdett éneket, és aztán ez idő alatt kérem a testvéreket, hogy jöjjenek vele ők is a vízbe. Feketébe kellett volna öltözzenek. Volt egy ilyen dolog az életükben, a családjukban, tudjátok, hogy miről beszélek. De ez indította őket az Úr Jézushoz. Meglátták, hogy milyen bűnösek, meglátták, hogy mennyire szükségük van az Úr Jézusra, és az Úr Jézus megtisztította őket. És most fehérbe lehetnek itt. Hála a jó Istennek! És ezt a munkát Isten el tudja végezni mindenkinek az életében. Nem kell megvárni ilyen tragédiákat, ilyen nehéz eseteket az embernek az életében. Lehet jönni ilyen jó körülmények között is az Úr Jézushoz, és hinni az Úr Jézus Krisztusban. Azt mondja Isten igéje, kedves testvéreim, mint család szeretném nektek mondani, higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Hadd tudjátok ti ezt megtapasztalni fiaitok életében, meg a bővebb családnak az életében, hogy ez megtörténik, hogy ez igaz lesz a ti életetekben. Amen. Amen. És most sorba szeretnélek titeket kérdezni és bemeríteni az Úr Jézus Krisztus parancsára. Renáta, itt a bemerítő medencében állunk, és szeretném az ige szavait idézni és bátorítani téged itt a Jóisten színe előtt és a népes gyülekezet előtt is. Ne félj, mondja a Jóisten, az Úr Isten, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, enyém vagy. Bátorítson az Úr téged ezekkel a szavakkal is, hogy kövesd az Úr Jézus Krisztust mindvégig. Szeretném kérdezni itt a Jóisten színe előtt, hiszed-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia és a te személyes megváltód? Igen, hiszem. A te hited és vallomásod alapján alámerítelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Thank you.
testvértől is kérdezem, de előbb mondom az Isten igéjét, ami bátorítson téged, kedves testvérem. Isten azt mondja, hogy mi nem a félelemnek a lelkét kaptunk, hanem az erőnek, a józanságnak és a szeretetnek a lelkét. És arra is bátorít Isten igéje, hogy tégy bizonyságot, szóld az Istennek az igéjét, hirdesd az igét, alkalmas és alkalmatlan időben, mert Istennek ez a feladata. Ezt akarja nekünk adni. Isten erre segítsen. Józsi testvér, itt a népes gyülekezet előtt, az Úr színe előtt szeretném megkérdezni, hiszed-e azt, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten fia, és a te személyes megváltod? Igen, hiszem. A te hited és vallomásod alapján alámerítelek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Hallottad, hogy az Úr milyen csodát, hogy tud munkálkodni az emberek életében. És szeretném kérdezni, hogy nem szeretnél te is az Úr Jézus Krisztushoz jönni? Én hívlak ez a Jézus Krisztushoz. Hajtsuk meg a fejünket most, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Úrunk, nagyon hálásak vagyunk, hogy adtál hitet, új életet kedves testvéreknek, be is merítkezhettek. Imádkozzunk, Urunk, hogy most mindenkiben munkálkodjál, adj csendet. Hát, hogy komolyan át tudjuk gondolni az életünket, és neked tudjunk élni. Adj kegyelmet, és hívja te az embereket, Uram, az üdvösségre és a megtérésre. Így maradjunk meghajtott fejjel, és gondolj csak magadra. Jó neked így? Nem szeretnél te is az Úr Jézus Krisztushoz jönni? Kapni tőle új életet, tiszta életet? Ha van valaki, aki úgy gondolja, hogy ma akar az Úr Jézushoz jönni, megtérni, megváltozni akar, megszabadulni akar a bűnöktől, a megkötözöttségektől. Kérem úgy, ahogy ül ott, nyújtsa fel a kezét, hogy tudjunk érette imádkozni. Ne nézzél jobbra-balra, hogy ki az, aki nyújtja a kezét, hogy az ismerősök felnyújtja-e vagy nem. Itt most rólad van szó, a te életedről. Jöjj az Úr Jézus Krisztushoz. Még egyszer kérem, ha van valaki, aki meg akar térni, nyújtsa fel a kezét, imádkozzunk érette. Uram, nagyon hálás vagyok, hogy te munkálkodsz az emberekben. Kérlek, hogy csendben, alaposan végezd a te munkádat mindnyájunknak az életében, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. A Szatmári Énekkar szolgálatát kérem, és utána Ákosról még egy bizonyságtevést. Thank you.
Jóisten áldja meg mindenkit, áldja meg, akik eljöttek ebben a hajlékban, áldja meg azokat is, akik nem tudtak eljönni, mert nem tudták, hogy miről maradtak le. Ha valamelyik testvére megkérdezni, hogy miről jöttem el, annak lehet, hogy még jobban úgy örülnék. Nem mondják, akkor elmondom én, hogy miről jöttem. Azért, mert mondja az ige, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett. Azért jöttem, hogy ürüljek az örülőkkel, azért, mert örülök, mert látom két fehér ruhást. Én is ürültem már régenek, már a feleségem mondott 13 éve, de azt mondom 14 éven már, mert on hamar megy elfele az év. Mert jó az Úrral járni. És nem tudjuk számolni a napokat, ahol jó az Úrral járni. Eleinte úgy rosszabbul számoltam a napokat, vagy csak hogy bizonyos órákig tartott nekem az örömök. Az örömömet hol kerestem, mikor Jézust nem ismertem. Elárom a testvéreknek, feleségem bizonságot tett, gyennyinek hívták, engem is Fograsi Józsefnek hívnak. Nekem is az a családom, ami a feleségem volt. Ez az egy feleségem van, három unokám van. Kivéve azt adta, amit a Jóisten megszabadított a paráznaságtól. Azt nem mutatom be, mert a Jóisten attól megszabadított. És azért tudok örülni a fehér ruhásoknak, mert észrevettem, hogy a Jóisten hunint emelt ki. Lehet, hogy akkor szíjjeltem megmondni, hogy egy parázna ember voltam, mert az voltam. Felemelt felel jártam, ahol szégyen kezdem keltett volna. Ott hagytam feleségemet is, más nőhöz jártam, azért, mert az ördög arra késztetett. Nem mintha most az ördög kivetem a szabadságot, most is késztet, több mindenre, de van nekünk hová jönni. Olyan jó Istenem van, amelyik testvér, amelyik nincs megtérve, ha nem hiszi, jöjjön, térje meg, és észre fogja venni. Olyan jó Istenem van, amit kérek tőle, megadja. Kértem tőle, hogy vegyél tőlem a paráznossági gondolatokat, úgy elvette, és nem jön vissza úgy, mint ahogy akkor látom. Most, ha meglátok egy szép nőt, nem mintha nem úgy láttam meg, mint szép nőt, de úgy látom meg, mintha az Úr gyermekét. A Isten olyan csoda az ő teremtménye, amikor mondta, hogy legyen, illet, és szép ember teremtett, és szép asszony teremtett. De jött a jó Isten, és ezektől megszabadított. Hál' legyen a jó atyának, a szép nőkben meglátom Jézus Krisztust. Nem úgy veszem észre. Meglátom, hogy az emberekben is úgy látom, hogy ez a Jóisten teremtménye. Hál' legyen a Jóistennek. És a Jóisten paráznossági gondolatoktól megszabadított, a tettektől megszabadított, ahhoz, hogy ezektől megszabadult, még a börtönből is elkeltett menjek, hogy észrevegyem, hogy Jézus Krisztus, hogy ki az. Ott ismerte meg a börtönbe Istent. Akkor a börtönben voltam, az egyik ágyam szomszédba került egy hőember. Miért kerültem benne? Sokat gondolkodtam rajta, ártatlan voltam, hogy bekerültem a börtönbe. Ráketett jöjjek, hogy nagy bűnös ember vagyok, mikor a hűvő testvérem beszélt Jézus Krisztusról, akkor vettem észre, hogy bűnös vagyok. Katonaságnál mentem, kijöttem a börtönből, megint olyan helyre estem, hogy hűvő ember mellett estem a szomszéd ágyamba. A Jóisten akaratja volt ez, mint testvérek, ha hiszik, ha nem. Ott ismertem meg Istent, ott csak magyaráztak Istenről, de ez csak 50%-os volt. Akkor lettem 100%-os, akkor nagy beteg voltam, és akkor így éjjel két óra elmúlt hajnalba megibettem az ágyamból. És azt mondtam Istennel, beszélgettem, Uram, azt mondták, hogy te létezel, de én nem hiszek. Azt mondták, hogy te tudod gyógyítni, de én nem hiszem. Atyám, ha ilyen emberből és senkiből tudsz embert faragni, akkor kérlek, most szabadítsál meg először attól, hogy én beteg vagyok, hogy a bűröm teli volt is ebből. Szabadíts meg ettől is, a paráznaságtól is, akkor elhiszem, hogy most létezel Istenem. És a testvérek hajszik, ha nem, azért vagyok itt, mert meglátom a Jóistennek a csodálatos munkáját. Nem tudom ülni, nem tudom lefeküdni. Arra vetem észre reggel, amikor ibretem felfele, hogy ülök, forgolódtam, felültem, hogy nem tudom se ülni, se forgolódni.
akkor ránéztem a bőrömre, akkor letegyepeltem az ágyőt, lecsúsztam, és azt mondtam, Uram, most elhiszem, hogy Te létezel. Jó mondták a testvérek. Ha még látsz még olyan bűnt benném, amitől még nem tudok letenni, vedd el tőlem, és én neked fogok szolgálni örökig. És észrevettem, hogy a Jóisten ezeket elvetett tőlem. Észrevettem nagy munkát, amit elvégezett a szívemben, lelkénkben, a hajlékunkban. És feleségemmel együtt az Úrnak szolgálok most. Ha van itt olyan, aki még a Jóisten nem ismerte meg igazán, hogy senkiből tudott embert faragni, bár még testvéremből is, a Jóisten képes még a kövökből is fiakat támaszni fel. Ne tétovázott a testvéreim, nézzünk bele a világban, itt a világ vég. Nem csak én mondom, hanem az ige, a Biblia. Igyekezzetek megtérni, mert itt van a kertünk aljában van a sátán. Most már azt akarja, hogy behálózta az egész világot. Be akar hálózni az egész életedet. Hogy paráznak, legyél parázna ember, legyél parázna asszony. Lopjál, csaljál. Mert most az ördög minden taktikát belök, mindent betesz. Vedd észre, legyél egy hálás a Jóistennek, hogy bejöttél be a hajlékba, hogy hallottad a Jóisten igéit. Szívemből, úgy tiszta szívből kívánom, jöjj az Úrhoz, bánd meg bűneidet, és áld neked a Jóisten egy örök életet, mint adott nekem, családomnak, lányomnak. Van még egy lányom vejem, hiszem, hogy még az is meg fog térni, mert a testvérek imája, az én imám, a Jóistenhez fogok vezetni. Őt egy fehér ruhában meg fogom látni. Engem még a Jóisten, hogy minden ember abban a fehér ruhában legyen felöltözve. Nem csak mi, vagy az emberek, vagy az asszonyok, hanem a családunk is. Amen. Miután a cselekedetek könyvében megtörtént a bemerítés, a testvérek kézrátétellel imádkoztak azokért, akik megkeresztelkedtek, hogy az Úr áldja meg őket, erősítse meg, tisztítsa, töltse be lélekkel. Most ez fog következni. Kérem szeretettel a gyülekezetet, álljunk fel, ti pedig térdeljetek le a Jóisten színe előtt, és imádkozni fogok értetek. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt a munkát, amit elvégeztél Józsi és Renátának az életében. Köszönöm, hogy adtál nekik új életet, megtérhettek Te hozzád, újjászülettek. Azért imádkozom, Uram, hogy tartsd meg ők ebben az életben. Segítsd meg őket, Uram, hogy nagyon ragaszkodjanak hozzád. Segítsd meg, Uram, hogy megtanuljanak írni, olvasni nagyon komolyan, és tudják a Te igédet olvasni. Köszönjük, hogy Renáta már teszi ezt úgy, ahogy tudja, de Uram, add, hogy ő is fejlődjön, és Józsi is megtanuljon olvasni. Hogy tudja olvasni a Szentírást, hogy tudja hirdetni azt. De imádkozom, Uram, hogy hadd tudjanak veled beszélgetni minden nap, tudjanak imádkozni, tudjanak áhítatot tartani, csendben lenni előtted. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket, mint család, mint férj-feleség, hogy tudjanak egymás segítségére lenni, hogy tudjanak együtt járni ezen az úton, és egymást támogassák és biztassák, vagy intsék és figyelmeztessék egymást a hitéletben. Áld meg, kérlek, gyermekeiket is, Uram. Adj nekik is békességet és nyugalmat a szívükben, Uram, de add, hogy minél hamarabb megtérjenek Te hozzád. Add, hogy az ő házukban, az ő családjukban, Uram, öröm és békesség költözön, szeretet és áldás. És segítsd meg őket, Uram, hogy ahol megfordulnak a családban, a szülőknél, vagy a rokonoknál, az ismerősöknél, vagy az idegeneknél, Uram, hadd tudjanak jó példák lenni, rád mutatni. Áld meg a gyülekezetben is, Uram, hogy szeressék a gyülekezetben. Szeressék a Te házadba való lakozást. Jöjjenek el minden alkalommal, és hozzák magukkal a családjukat és a hozzátartozókat. Kérjük, jó Istenünk, hogy áld meg őket, és amit nem tudtam elmondani, Uram, szóval, kérlek, hogy azt is add meg, feljebb, mint ahogy kérni vagy elgondolni tudjuk, adj áldást nekik az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.
Szenteszentes Józsi és Renáta, üdvözlünk Isten népe között. Kiváltó kezdve a teremi gyülekezetnek a tagjai lesztek. Szolgáljatok az Úrnak örömmel és hálaadással, és segítsétek őket, teremiek főleg, de az Ákosiak is, a Szatmáriak is, mindenki, hogy a Jóisten neve dicsőjön meg. Még egy rövid köszöntés fog elhangzani Fogarasi Dezső testvér részéről Ákosról, és azután majd közeledünk a befejezéshez. Kérünk szeretettel. Szeretettel köszöntök mindenkit, különösen az új tagokat. Szeretnélek benneteket biztatni, és ennek kapcsán a Máté evangélium a 4. fejezetét olvasom el. Máté evangélium a 4. fejezet, 1-11 vers. Jézus megkísértése a pusztában. Akkor Jézus vitetik a lélektől a pusztába, hogy megkísértessék az ördögtől, és amikor 40 nap és 40 éjjel bőjtölt vala, végre megéhezi. És hozzámenvén kísérti, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd-e köveknek változtassanak kenyéré. Ő pedig feleli mondta, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ekkor vitette őt az ördög a szent városban, és oda helyezi a templom tetejére, és mondta neki, ha Isten fia vagy, vesd alá magad, mert megvan írva az ő angyalainak, parancsolt felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe. Mondta neki Jézus, viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet, ismét hívé őt az ördög egy igen magas helyre, és megmutatta neki a világ minden országának azoknak dicsőségét. És mondta neki, mindezeket neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor mondta neki Jézus, eredj el sátán, mert megvan írva, az Urat a te Istenedet imád, csak neki szolgál. Ekkor elhagyta őt az ördög, és ime angyalok jöve hozzá, szolgálnak vala neki. Kedves testvéreim, Isten igéje arra tanít bennünket, és arról vagyok meggyőződve, hogy a hívő élet az egy örömteli élet, az egy boldog élet. De vannak viharok is a hívő életben, vannak kísértések, és vannak próbák. Azon tanakodtam itt a testvérekkel, amikor előre jöttünk szolgálni, már a szolgálatban is jöttek valami viharok, mert kellett volna jöjjön egy testvérnő is, egy testvér, aki bizonyságot tett, de próbáltuk azonnal megoldani, valami közbe jött, valami akadály jött. Jönnek tehát viharok, vannak próbák a hívő életbe. De vannak nekünk fegyverünk, amivel védekezhetünk. Ahogy az Úr Jézus mondja itt a sátánnak, megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Úgy tudunk védekezni, amikor a sátán kísér bennünket, támad bennünket, hogyha az olvasott, hallgatott igét a szívünkbe rejtjük. Így mondja Dávid, hogy szívembe rejtem a te beszédedet, hogy ne vétkezek ellene. Egy testvér mondta nekem egy nehéz helyzetben, egy próbatételben, azt mondja nekem, hogy tudod, Ezső, a nehéz helyzetekben, a próbákban, ha te megtartod az igét, az ige megtart téged. És milyen igaz ez? Nagy igazság. Így van a Jelenések könyvében, a 3. fejezetében, a 10. versben, hogy mivel megtartod az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartlak téged a megpróbáltatás idején. Akkor a sátánnal ezzel védekezett az Úr Jézus, mert látta, hogy megéhezett. De az ellenség nem fogja feladni könnyen, hogy ti megszabadultatok az ördögnek a sötétségéből, hatalma alól, fogságából,
nem adja fel könnyen. Újra fog támadni titeket és minket is. Most az Úr Jézus másodjára felviszi a templom ormányára. És azt mondja a sátán az Úr Jézusnak, hogy vesd le magad, mert megvan írva, hogy angyalok fognak hordozni a tenyerén, hogy meg ne üsd a lábodat. A sátán ösmeri a Bibliát, igaz, hogy itt pontatlanul idézi, de azt is kell tudni, hogy sok ember itt teremen is, még Ákoson is, ösmerik a Bibliát, sőt, el is mondják sokszor a hívőknek, hogy mit szabad és mit nem szabad tenni. Meg van írva felőled, hogy angyalok hordoznak a tenyeri, mondja sátán az Úr Jézusnak. Tudják, de nem cselekszik. Akkor milyen tudás az? A másik, harmadik támadás, amit a sátán végez az Úr Jézussal, megmutatja egy magas helyről a világnak minden dicsőségét, felkínálja neki a világot. És azt mondja, ezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Fog jönni hozzátok is a sátán, és már lehet, hogy már valamit már kóstolgattatok belőle, kínál fel dolgokat. És lehet, hogy nagyon egyszerűen fog jönni, például csak annyit fog kínálni, hogy vasárnap. Ne menjél most imaházba. Lehet menni dolgozni, lehet pénzt keresni. Meg van írva. Az úrnapját meg kell szentelni. A közösség az legyen fontos számotokra. Meg van írva sátán, ne kísérd az Urat, a te Istenedet, hanem csak őt imád és ő szolgál. Akkor eltávozott a sátán, és angyalok jelentek meg és szolgáltak az Úr Jézusnak, erősítve. Most kik lesznek ezek az angyalok a ti életetekben? Én nem tudom biztosan, de tippelni tudok. Például a hívő testvérek, a közösség, a szatmáriak vagy a teremiek. Jönnek az angyalok, fognak szolgálni felétek, intenek, imádkoznak veletek, igét fognak mondani imaórán, vagy akár Isten tiszteleten, erősítni fognak titeket, szolgálnak felétek. De ne felejtsétek el, hogy ezeket a szolgálatokat fogadni kell. De nem úgy, hogy mindig csak engem szolgáljanak. Én csak fogyasztó legyek a gyülekezetben. Más mindenki mondjon jót, adakozzon, imádkozzon, mindent csináljon, én csak szemlélője vagyok a dolognak. Ne így legyetek, hanem ti szolgáljatok, kapcsolódjatok be a misszióban, a gyülekezetben. Építsitek a gyülekezetet, és terjesztitek az evangéliumot. Mert mikor más felüdítetsz, te magad is üdülsz. Az Úr segítsen bennünket, és titeket is erre. Amen. Amen. Nagyon hálásak vagyunk az Istennek, az Úr Jézusnak, hogy adta nekünk ezt a napot, és úgy szervezte az időt, hogy akkor esett, amikor kellett, és bent tartott bennünket az eső, minnyájunkat, és most már nem esik, és most már szárazon megússzuk hazáig, és az Úr igéjével a szívünkben mehetünk. Nagyon hálásak vagyunk Istennek, és köszönjük meg ezt Istennek, kedves testvérek, hogy ő így volt hozzánk. Köszönjük szépen az Ákosi testvéreknek, a Szatmári testvéreknek, a teremieknek, akik hozzájárultak, hogy ez az ünnepség ilyen szép és Isten szerinti legyen. Köszönjük szépen Kulcsár testvéreknek is, hogy eljöttek és szolgáltak. Tegnap is szolgáltak Ákoson, ma is teremen. Az Úr áldja meg kedves testvéreink szolgálatát a rádió szolgálatban, vagy akárhol a gyülekezetekben. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha már Sándor testvérem fölemlegette, akkor ti magatok is tudjátok, testvérek, hogy a rádión keresztül nagyon sokatoknak a bizonyságtétele eljutott. Most hoztunk magunkkal egy néhány antenna újságot, akik szívesen fogadnák és tudják olvasni, vagy akár a szomszédaikkal tudják olvasni. Vékás testvérnő majd biztosan tudja, hogy kell ezt eljuttatni.
de ha megengeditek és még van türelmetek, engedjétek, hogy mondjak valamit. Néhány évvel ezelőtt úgy jártunk, hogy a feleségemmel együtt vásárolni voltunk, és odajött egy néni az üzletben, egy nagy-nagy áruház volt Budapesten, és megkérdezte a kocsinkra rámutatva, hogy ami a kocsiban van, azt hol találtuk, mert ő is azt keresi. És Anikó válaszolt neki, és a néni legnagyobb megdöbbenésünkre egyre különösebben nézett Anikóra, nézte, és azt mondja, hogy te, én téged ismerlek. Hát én minden nap hallgatlak téged a rádióban. Hát én rendszeresen figyelem azt, amit ti mondtok. Nekem te a családom része vagy. Nagyon megdöbbentünk, úgy éreztük, hogy az egész áruház minket néz, ez biztos nem így volt, de nagyon zavarba ejtő volt. De miért mondom el, testvérek? Azért tudjátok, mert például Ákosról sokan mentek Magyarországra. Némelyek még Budapest környékére is. Aztán azt nem biztos, hogy tudjátok, de mivel például a Megreformált életek Roma Reformáció című CD-vel nagyon sok helyre eljutott a bizonyságtételetek, ismerik a hangotokat. Meg a falutokat is. Tőlem is sokan kérdezik, hogy kik azok az ákosiak. Most már biztos azt is kérdezik, mert amikor ide indultam, valaki azt kérte, ugye lesz szó az újságban a mezőteremi bemerítésről is, mert sokan imádkoznak értetek. Tudjátok-e, hogy ez mekkora felelősség? Mert árgus szemmel figyelnek benneteket, hogy úgy van, ahogy a CD-n hallották, hogy új életet adott nektek az Úr, vagy ez csak mese, amit elmondtatok azért, hogy örüljön az, aki a másik oldalán van a mikrofonnak, de egyébként másképp éltek. Ugye nem mese? Ugye igaz az, amit az Úr elvégzett az életetekbe? Hát legyen hatalmas amen, de úgy, hogy az életetek bizonyítja, mint ahogy az én életemnek is bizonyítani kell. Tartson meg benneteket az Úr, az ő igéje által, amit olvastok, és amit a szívetekbe zártok. Ez az összejövetel is, ez az Isten tisztelet is fel volt véve, láttátok a kamerákat, és én most szeretném köszönteni azokat, akik az élő közvetítést nézik, kitartottak mindez idáig, és így az interneten keresztül kapcsolódtak be ebbe az Isten tiszteletbe, az Úr áldjon meg titeket bárhol vagytok, lehet beteg ágyon, lehet nyomorúságban, messzi távolba, az Úr segítsen és adjon áldást mindenkinek az életére, és gyertek, térjünk meg az Úrhoz azért, hogy könyörüljön rajtunk mindnyájunkon. Szeretett vendégség lesz a végén, teremi testvérek nagy szeretettel adják és készültek ezzel. Most az időjárás egy kicsit olyan, hogy nem lehet úgy az asztal köré, mert vizes az asztal, meg ilyesmi, de úgy fog lenni, hogy a testvérnők ide bejönnek a kaláccsal, és a testvérek, ahogy mennek ki itt az udvarra, kell venni abból a kalácsból, és kint az udvaron lesz a víz, az üdítő, abból is lehet fogyasztani, és még kint az udvaron itt még beszélgetni. És aki van itt valaki, aki mégis úgy érzi, hogy ő meg szeretne térni, meg akar változni, kérem szeretettel, hogy maradjon, hogy beszélgetessünk egy kicsit. Az Antenna újság itt lesz az asztalon, és aki tudja ezt használni, olvasni, vagy másoknak szeretne adni, akkor innen az asztalról lehet belőle venni. Befejező éneket énekelünk, majd befejező imára Nagykasza Zoltán testvér fogom kérni. Thank you.
drága megváltunk, magasztalunk téged azért, hogy minden profécia benned beteljesedett. Az a profécia is, hogy nem lesz mindig sötétség ott, ahol nyomorgatás, és ahol az ördög nagyon sok olyan munkát végzett, ami csak szétdobálta és tönkretett emberi életeket. Urunk, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, mint igazi világosság. És köszönjük, Urunk, hogy ahova te fényed beragyog, ott a sötétség oszlani kezd. Köszönjük, Urunk, hogy erre a településre is eljutott az evangéliumnak a világossága. És Urunk, hálát adunk mindazokért, akik megnyitották a szívüket, és ahova beragyoghatott az evangéliumnak a fénye. Hálát adunk most különösképpen Józsiért és Renátáért. Urunk, köszönjük azt a kicsiny kezdetet, amit már elvégezhettél az életükbe. De Urunk, adjad, hogy ne csak egy egyszeri felragyogás legyen ez, hanem járjanak világosságban. Tanítsd meg, Uram, őket erre. De Uram, kérünk arra, hogy mindannyiunk életét áld meg. Látjuk azt a nagy szellemi nyomást, és azt a sötétséget, ami támad bennünket is napról napra. Gondolatvilágunkat, ami döntéseinket, ami mindennapjainkat, Uram, ahol döntenünk kell, vagy döntési helyzetbe kerülünk. Urunk, adjad, hogy soha ne a sötétség győzzön az életünkbe, hanem a te drága világosságodban járjunk mindannyian. És Urunk, add meg azt a kegyelmet is, hogy ennek a mai napnak legyen még folytatása. Akiknek még nem érett meg az a döntés a szívükben, Uram, segítsd erre. Köszönjük, hogy te munkálod mindaz akarást, mintha véghez vitelt. A tied legyen, Uram, mindenért a dicsőség. Amen. Amen. Az Úr Jézus a miénk, mi pedig az övé. Amen.